A Szerencsi Tükör március 25 adásában beszámoltunk arról, hogy a Profi Magyarország ZRT március 23-án bezárta a szerencsi üzletét. A városban elterjedt a hír, hogy a helyi spárüzletben is nagymértékben csökkent a forgalom, és a tulajdonos azt fontolgatja, hogy lakatot tesz a bolt bejáratára televíziónk megkereste Fehér Istvánt, a Spár Magyarország Kft. kommunikációs vezetőjét, aki a kérdése válaszolva közölte, hogy nem szerepel napirenden a szerencsi szupermarket bezárása, a továbbiakban is jelen kívánnak lenni a városban, és szolgáltatásaikkal várják a vásárlókat az üzletben.